Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Fafaragó alkotótábor Gyenesdiáson a Kárpáti Korzón. Az ötlet 2021-ben egy láncfűrészes fafaragó verseny alkalmával született meg, amit 2022-ben tovább gondoltak és alkotótáborrá szerveztek át, azzal a szándékkal, hogy visszahozzák és megőrizzék a fafaragás kultúráját a településen. Korábban a településünk iskolájának az udvarán 25 éven keresztül működtek fafaragó alkotótáborok, amelyből egyébként az egyik fafaragó a mai napon is velünk van, tehát ő a legrégebb és hát talán a legidősebb tagja is a rendezvényünknek, úgyhogy ő eddig mind a négy évben itt volt velünk, és segítette a rendezvényt összehozni, illetve gyarapodott is a rendezvényünk két évvel ezelőtt a Magyarországi Faesztergályosok Szövetségével, úgyhogy már ők is képviseltetik magukat három fővel itt a rendezvényen. Mészáros Krisztina mellett Fábri Zoltán is sokat tesz hozzá ahhoz, hogy az alkotótábor működjön és fennmaradjon. Az a helyzet, hogy ennek a tábornak hagyománya van, és pedig 29 évvel ezelőtt Gengelicki László barátom és a baráti köre létrehozott egy faragótábort, nevezetesen a művészeti iskolában, ahol is éveken keresztül készítettünk különböző padokat, asztalokat, kerti bútorokat, ami itt látható Gyenesdiáson, nem csak a strandon, hanem Gyenesdiáson, az önkormányzat székházában is, és hát sok helyen, más helyen. Az alkotótábor résztvevői hatalmas rutinnal rendelkeznek, láncfűrésszel a kezükben végeznek precíziós munkát. A munka reggeltől estig tart, és ugyan a tábor időtartama rövid, mégis elkészülnek a különleges részletgazdag alkotások. Kapunk egy tematikát is az elmúlt esztendőben, vagy két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, a Balaton volt a téma, tehát halak, madarak, csónak, stb. Készült. Akkor most a Betlemi Jászolnak a szereplőjével kapcsolatban kaptunk feladatot, meg padokat kell készítenünk. Ki, amit be tud vállalni ezzel a rövid idő alatt, és hát lehet látni, hogy csütörtökön kezdték a fiúk, és azért 75-80%-ban már készen vannak a szobrok. Az elkészült alkotásokat Gyenesdiás közterein helyezik majd el, így mindenki megcsodálhatja, vagy éppen használhatja is az alkotótábor remek műveit.